90-es évek óta új aranykorát éli a testépítés és a fitness. Ez nem csak a férfiakra, hanem a nőkre is igaz. Ők talán kicsit nehezebben indulnak el ezen az úton, mint a férfiak, hiszen több előítélet és tévhit kíséri a női testépítést. Maxim Emőke és Finna Irénke testépítői történetének bemutatásával önök is láthatják, egy egészséges sportnak tekinthető ez. 10 évvel ezelőtt voltam életemben először edzőteremben, aminek az volt az oka, hogy én régebben tánccal is foglalkoztam, tehát a sport az úgy mindig jelen volt az életemben. Gyerekek, tánccsoportokat vezettem, versenyekre jártunk, falunapokra, fellépésekre. És akkor volt egy olyan koreográfia, amikor egy kézállást kellett így megcsinálni, ami sajnos nekem nem sikerült, tehát majdnem egy ilyen fejreesés lett belőle. És akkor nagyon így mérges lettem, és ez egy picit felbosszantott ez a dolog. És akkor úgy kezdtem el edzeni, igazából azért, hogy a karjaimat megerősítsem, hogy ezeket a különböző koreográfiákat és táncmozdulatokat meg tudjam csinálni. És akkor, ahogy így elkezdtem ugye edzeni, akkor nem csak karja és felsőtest lett belőle, hanem így elkezdtem ugye lapos has, kerekfenék, ilyesmikre vágyni. És akkor, mikor láttam, hogy így egyre jobban jön az eredmény, akkor így egyre jobban érdekelt a dolog, és akkor már ilyen heti többször is elmentem edzeni. Én körülbelül egy 4 évben, 2016 vége fele volt az első alkalom, hogy én beléptem az edzőterembe, és természetesen én úgy képzeltem el, hogy én majd ott a futópadon így elszórakozom, de mivel a páromnak már volt egy kis tapasztalata a testépítés kapcsán, így ő rávett, hogy miért nem megyek, és én is kezdjek el vele picit edzeni. Hát az elején nagyon kényelmetlen volt, mivel körülnéztél, és nem igazán voltak nők, meg a másik része az volt, hogy kezdő is voltam, még sosem volt ilyen spújzók a kezembe, úgyhogy kellemetlenül éreztem magam, de viszont aki ismer, az tudja, hogy én belevágok mindenbe, úgyhogy kihívás volt, és szerintem akkor úgy eldőlt, hogy én ezt meg akarom tanulni, én ezt szeretném csinálni, úgyhogy szerintem az volt az a pont, amikor én rájöttem, hogy nekem ez az, ami kell, ez az, ami hiányzik. A folyamatos munka és fejlődés útja a színpadig a különböző hazai és nemzetközi versenyekig vezetett. Nálam is ott volt ez, hogy versenyfelkészülés, meg hogy versenyre menjek. Volt is egy 4 hónapos versenyfelkészülésem, ami nagyon kemény volt, tehát ez abból állt, hogy tényleg így az utolsó csepp olajat is lemértük. Nagyon-nagyon kemény volt. Részt vettem egy versenyen, ami sikerült bekerülni a top 6-ba, ez is volt a célom. 2019. júniusban volt az első versenyem, ahol első helyezést kaptam, és ez egy akkora ilyen lelki önbizalmat adott, hogy tényleg én azt mondtam, hogy én ezt még szeretném. És akkor így következett a következő hónapokban, rá 3 hónapra volt egy nemzetközi verseny, amin megmondom őszintén nem gondoltam volna, hogy én ott helyezést fogok kapni, de végül sikerült, és ez így hajtott tovább, mert ez ilyen az ember, hogy amikor megkapsz valamit, akkor még többet szeretnél. Aki benne van a sportban, az ismeri az Arnold Classicot, ami nagyon nagy nemzetközi, és nekem ez volt a vágyam, hogy nekem az minden áron kell, és sikerült. Nagy élmény volt, az biztos, hogy szerintem ez volt az utolsó verseny, volt a legnagyobb élmény a 3 közül. Irénke 3. versenyén tehát nagy volt a tét, hiszen a sportág egyik nemzetközi terén is legrangosabbnak tartott versenyére, a híres Arnold Classicra szerezte meg belépőjét. A versenyek hozta örömbe, azonban néha üröm is vegyült. A kidolgozottabb, izmosabb test látványa egyesekben visszatetszést keltett. Nagyon sokan voltak, akik például, amikor ugye diétáztam, meg versenyfelkészülés volt, ezek a nagyok extrém diéták, akkor nálam is már jobban kezdtek látszani az izmok, meg készültek fotózások is, akik azt mondták, hogy ez túl férfias, vagy esetleg ezt túl soknak tartjuk egy nőnél, de mint mondtam, ez mindenki, tehát én nem másnak csinálom, hanem magamnak. Ezen kívül a klienseimtől, a vendégeimtől rengeteg pozitív visszajelzést kapok. Mindenki úgy volt, hogy fú, most akkor tényleg ilyen izmos leszel, ilyen nagy darab leszel, meg gondolom ők, amit látnak így a képernyőn, vagy amit látnak a tévében is, hogy ezek a nagy izmos nők, meg férfiak, hogy akkor az leszel, nem, ez nem ilyen egyszerű amúgy, és
igen, eltelt egy pár, el kellett tenni egy pár időnek, amíg mindenki így rájött, fú, hogy ez tényleg jó, ez tényleg használ neked, és hogy jól nézel ki, és hogy ezt hozott ki belőle, úgyhogy nagyon jó érzés az, amikor az ember ilyen pozitív visszaigazolást kap. Ez a fajta versenyszerű testépítés több, mint sport, már életforma, amely nem csak a mozgást, táplálkozást, önmagunkról való gondolkodást írja át, hanem kifele is nyit. Maxim Emőke és Finna Irénke ma már személyedzőként is dolgozik, illetve a járványidőszak alatt rendszeres videókkal, online tartalmakkal jelentkezik. Neki kezdtem így az online coachingnak, meg így online is az embereket motiválni, meg edzésterveket és étrendeket írni, hogy így összegyűjtsem ezt a közösséget is, és hogy tényleg minél több embert rá tudjak venni arra, hogy sportoljanak, mert ez nagyon fontos szerepet játszik az egészségükre, nagyon fontos szerepet játszik a fitség, a közérzet, a magabiztosság, stb. Tehát, hogy tényleg megéri. Ezt az üzenetet azonban csak azt tudja hitelesen átadni, aki maga is nap mint nap éli azt. Ez a sport nem csupán izmokat adott a lányoknak, hanem annál sokkal többet. Azóta például, amit a sportolók, nagyobb lett az önbizalma, könnyebben vágok bele új dolgokba, tehát kilépsz egyfajta komfortzónából. Az ember megismeri a saját határait, megismeri, hogy mire képes, és hogy elképesztő, hogy milyen változásokon megy keresztül, ugye, meg a szervezetünk hogyan reagál dolgokra, igazából megismerjük önmagunkat, úgyhogy ez egy olyan élmény, amit nem bánok, és tényleg amit megérte átélni, meg megszenvedni érte, úgymond, ha lehet ezt így mondani.